Jó estét kívánunk, sziasztok, ez a keddesti drogműsor stúdióban Robi, Menye és Jaci, és vendégünk Berecki Tamás. Berecki Tamás, aki a European AIDS Treatment Group kommunikációs vezetője, azon kívül pedig szociálpszichológus, doktorjelölt, és a téma szakavatott ismerője, mert az mai témánk a chemsex lesz. Tamás, jól mutattunk? Valamit elmondjunk még róla, de mit még elmondanám? Nem, azt hiszem, hogy ez így, hogy ez így lefedi, és nem is ez a fontos szerintem. De tudjátok, mi ez a chemsex egyáltalán? Na, ez szerintem jó. Készítettünk fejben definíciókat, és jó. Akkor megmondod, hogy jó, vagy sem, vagy hol hibázik. Na, akkor... Az egyik definíciónk az az, hogy olyan típusú droghasználat, ami azért történik, hogy ezt aztán a szexuális aktus kövesse. Tehát ugye a szerhasználatnak a célja az az, hogy utána szexeljenek az emberek, és ami még talán ilyen definíciónak tűnt, hogy a szerhasználat alatt általában a metamfetamin, a mefedron és a gina használat az, ami jellemző, vagy ami egy ilyen ismérve a chemsexnek. Illetve akkor gyorsan hagyd szúrjam közben, hogy a mai témánk szigorúan 18 éven felettieknek szól. Akit esetleg zavarna a szexuális... Illetve nagyon szókimondó szövegek, akkor ez most igen. Sőt, igazából 25 év alattiaknak is csak szülői felügyelettel ajánlom. Igen. Majdnem jó. Azt mondjuk, hát ugye először is nem szoktuk itthon chemsexnek nevezni, hanem azt mondjuk, hogy cuccozás. Vagy ilyen, tehát hogy van cuccos buli, meg van-e cuccod, szóval hogy ezt szoktuk inkább használni. De igen, a hivatalos definíció szerint droghasználat szexualizált kontextusban, amiről beszélünk, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy a droghasználaton van a hangsúly, és nem annyira a szexualizált kontextuson. De voltak éppen az történik, hogy leginkább melegek, de egyre inkább heterók is összejönnek bulikra, ahol egyszerre drogot használnak és szexelnek. Amit hát szóval így külön-külön is azért azt szoktuk gondolni, hogy drogot használni is tud jó lenni, meg a szex is tud jó lenni, és akkor a kettő együtt meg egy ilyen nagyon intenzív élmény lehet. De hát azért ennek vannak, hogy mondjam, buktatói, hogy azért ez egy kockázatos dolog, és azt gondolom, hogy érdemes ezekről a kockázatokról beszélni egy kicsit. Mi azok a chemsex jelenségnek, vagy hogyan lett ebből most egy ilyen mém, vagy hogyan jelent, mi az oka annak, hogy megjelent ez a terminológia? Inkább mondjuk azt, hogy láthatóvá vált, mert hogy nem most jelent meg. Uh-huh. Mondjuk például a poppers vagy rush használata, ugye az amilnitritek meg az inhalánsok használata, azért nagyon régóta velünk van. Mondjuk így a 70-es évek vége, 80-as évek közepe óta, és hát ez kifejezetten egy ilyen szex drog. Tehát ugye azt használják melegek is és heterók is. Szóval ez egyáltalán nem új keletű dolog, ahogy az sem új keletű dolog, hogy emberek berúgnak, és úgy szexelnek. Na igen, de hogy akkor ez is beletartozik, tehát ez hogyha, mit tudom én, valaki elmegy egy nem tudom, partiba, ott nem tudom, belkizik, összejön egy csaja, hazamennek, és akkor dugnak. Tehát, hogy ez tehát, vagy mit tudom, vagy csak lemegy valaki, berúgnak az emberek a mikában, és összejönnek valaki, és hazamennek egy éjszakás kalandra. De nem azzal a céllal kezdtek el szereket használni, hogy aztán mindenképpen szexelni vége, nem? Nem, de számít ez. Hát, tehát, hogy igen. Tehát, hogy ezt, igen, tehát megpróbálhatjuk ezt a dolgot így nagyon pontosan körülrajzolni, de hogy az a baj, hogy a minél pontosabb definíciók megtalálása során kicsit azt érzem, hogy sok bába közt elvész a gyerek. Nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy ahogy egyébként mindenféle szerhasználat esetében, beleértve az alkoholt is, hogy mi a cél? Hogy az a cél, hogy szert használj, tehát hogy így áll, és egyébként mellesleg szexelsz is, vagy valóban csak azért használsz szert, hogy ellazulj, és egy kicsit jobban vagy könnyebben menjen a dolog, vagy azért használsz szert, mert ki akarod tágítani a saját, meg a környezetet határait, vagy az élmény határait. Ez sokkal izgalmasabb dolog, kérdésnek tartom, mint azt, hogy
hogy akkor most pontosan, most akkor, hogyha te beekizve hazamész dugni, akkor az most minek minősül. Mert hogyha hazamész beekizve dugni, és utána azt érzed, hogy nem megy anélkül, akkor baj van. Tehát akkor azt gondolom, hogy akkor chemsexről beszélünk. Hogyha hazamész, és ott, és mondjuk két napon keresztül folyamatosan azért használsz drogokat, hogy fenntartsd akár a szexuális teljesítőképességedet, akár ébren maradj, akkor megint csak chemsexről beszélünk. Tehát, hogy az a kérdés, hogy ezek a viselkedések, ezek hogyan alakulnak, ez sokkal fontosabb, mint az, hogy akkor most pontosan hogy is néz ki ez a definíció. De lehet vitatkozni ezen. Hogy ez régóta van, de most lett látható, hogy ennek, nem tudom, hogy látod, hogy mi az ok, hogy most kezdtek el ezzel foglalkozni. Tehát azt tudom, hogy nekem ez a fogalom, mint a másfél évvel ezelőtt volt, amikor először egy konferencián erről hallottam, láttam egy előadást. Tehát, hogy így nem tudom, ártalomcsökkentés, vagy a szerhasználathoz kapcsolódó, ez így tényleg pár éve kezdett felbukkanni. Igen. Ez igaz, körülbelül egy olyan 4-5 éve kezdődött ez, és elsősorban is Londonban, ahol van egy híres klinika, az egyik kórháznak az ilyen nemi betegségekkel foglalkozó klinikája alakult át egy ilyen chemsex tudásközponttá, tulajdonképpen véletlenül. Egyre több olyan meleg férfi... Ez a Dean Street 56, igen. Egyre több olyan meleg férfit regisztráltak, akik nem egyszerűen csak egészségügyi problémákkal fordultak hozzájuk, hanem nyilvánvaló szerhasználati problémákkal fordultak hozzájuk, és lassan-lassan ebből kiépült ott egyébként viszonylag tudatos munka eredményeként egy ilyen nagyon komoly tudásközpont. És európai szinten ezzel 4 éve kezdtünk el foglalkozni, elsősorban is a közösségből induló kezdeményezés volt ez. A HIV-fertőzött szerhasználó melegek voltak azok, akik ezt elsőként elkezdtük csinálni, hiszen én magam is ebbe a közösségbe tartozom, és azt láttuk, hogy hát a sorstársaink azok hullanak, mint a legyek. Tehát, hogy nem, mivel ugye ez nagyon könnyű belecsúszni ebbe a dologba, ezért azt vettük észre, hogy egyre többen, egyre nehezebben hagyják abba a szerhasználatot, egyre nehezebben jönnek le, amikor lejönnek, akkor nagy a baj, akkor isznak még, akkor megint használnak cuccokat, akkor utána megint elmennek szexbulikba, de már egy idő után már a szex se érdekes, csak a szerhasználata fontos. Tehát, hogy és hát közben, hogy mindenféle betegséget szednek össze, és hogy arra gondoltunk, hogy ez így nem oké, tehát, hogy ez így nem megy tovább. És hát van egy fontos, hát ha tetszik, epidemiológiai szempontja is ennek, mert hogy azt is láttuk, hogy ezekben a közösségekben villámgyorsan terjed a HIV és a hepatitis C. És hogy itt viszont nyilván nekünk az érintett közösség tagjainak úgy a kötelességünk tenni valamit a megelőzés érdekében, tehát azért, hogyha lehet, akkor megállítsuk ezeket a járványokat, vagy lelassítsuk ezeket a járványokat, és ezért kezdtünk el ezzel foglalkozni. És hát tulajdonképpen 4 év alatt jutottunk el oda, hogy ma már a drogos szex az nem egy ilyen, mondjuk a tudományos világban a kutatók vagy az orvosok között már nem egy ilyen érinthetetlen tabu, hanem egy olyan téma, amiről nyíltan, őszintén lehet beszélni. Magyarországon talán még nem, de ezt most kezdjük. Tehát akkor igazából az, hogy volt egy, hát mondjuk ezzel a közösséggel alapvetően a szexuális egészséggel foglalkozó szervezeteknél bukkad fel, tehát ez egy olyan, nem tudom, keresztmetszete a dolgoknak, ahol mondjuk aki szerhasználattal foglalkozik, az nem tud mondjuk a szexuális részével foglalkozni ennek a történetnek, vagy ahol meg mondjuk a szexuális úton terjedő fertőzésekkel, meg ezekkel foglalkozok, ott meg a szerhasználattal nem tudnak mit kezdeni. Tehát ez egy klasszikus ilyen dual
a diagnózis, ami általában mindig kihívást szokott jelenteni egy-egy ellátórendszernek, hogy vagy ehhez értek, vagy ahhoz, és ne hozzám, nagyon én fölteszem a kezeimet, mert nem tudok veled mit kezdeni. Hát nálunk, vagyis hogy ebben a térségben. Ha, igen. Tehát ahol az egészségügyi ellátás az ilyen silókban működik, tehát hogyha van egyszerre több betegséged, akkor különböző kórházakba kell járni. És ez valóban, tehát amit te mondasz, hogy ezek ilyen duális diagnózisok, ennél is összetettebb a dolog, mert hogy nagyon könnyen összeszed az ember itt egy csomóféle állapotot, nem is feltétlenül nevezném ezeket betegségnek, fizikai, tehát testi és mentális állapotokat, amiket úgy látjuk, hogy csak csomagban lehet kezelni. És hogy például a Dean Street 56 klinika az arra képes, hogy ezt a csomagot kezelje. Ez nem nagyon van még Magyarországon, hisz az addiktológusok nem nagyon értenek általában mondjuk a hívfertőzéshez, a hívorvosokat nem nagyon érdeklik a homoszexuálisok problémái, szóval hogy az egész egy ilyen nagyon sokszor egymásra rétegzett dolog, amit hát nagyon nehéz egyébként belülről is kezelni. Szóval hogy ez még ezen az érintett csoporton belül is egy erősen tabúsított kérdés. Tehát nehéz ezt, nehéz hozzányúlni, vagy hát igen. Azt mondtad, hogy nagyon könnyű belecsúszni, vagy bele csúszni ezekbe a bulikba, illetve a problémás szerhasználatba. Hogyan kerülnek emberek kapcsolatba, hogy hogyan jutnak el emberek egy chemsex partiba? Mik azok a körülmények, vagy azok az élethelyzetek, vagy nyilván ez a meleg közösségnek egy szubkultúráját jelenti. Igen. Hogy találkozik valaki ezzel? Illetve most nem csak a meleg közösségét, hanem ugyanúgy a heterók közösségét is érinti. Hát, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Erről folynak egyébként kutatások. Például nem meglepő módon az Európai Drogmonitoring Központ és az Európai Járványügyi Hatóság, az ECDC is foglalkozik ezzel. Tehát mindkettőnek van külön-külön munkacsoportja és közös munkacsoportjaik is. Azt látjuk, hogy és ezt most megpróbálom valahogy nagyon óvatosan fogom megfogalmazni, és majd kérem a segítségeteket ebben, mert ezt nagyon könnyű félreérteni. De azt látjuk, hogy alapvetően ez a dolog, ez az interneten történik. És nem azt akarom mondani, hogy az internet rossz, és hogy szóval nem, és most nem fogok elkezdeni a könyvszag mellett prédikálni, és nem tudom, hogy érted, tehát hogy az internet az kurva jó dolog, de hogy valóban a randi oldalak rendkívül megkönnyítették azt, hogy emberek egymással ismerkedjenek, és szervezzenek akár bulikat, vagy találkozzanak, vagy nem tudom. De hát másik dolog, amiről biztos, hogy beszéltetek már ti is, mert annyira nyilvánvaló, és az, hogy az úgynevezett drogellenes háború eredményeként, vagy következményeként soha még ilyen olcsón és könnyen nem lehetett droghoz jutni Európában, mint most. Tehát, hogy rendkívül olcsó, hogyha meggondolod, hogy egy zacskó mefedront kapsz 4000 forintért, meg 2 gram füvet 5000 forintért, és akkor már mindenki jól járt, tehát akkor már a díler is keresett rajta, tehát 9000 forintból egy hétvégén keresztül be vagy állva, és mennyibe kerül egy üveg vodka? Tehát ezt azért érted? És egy üveg vodka mellett nem tudsz végig szexelni 2 napot. Míg ezzel szemben mefedronnal, meg fűvel, meg igen. A drog természetesen rossz, tehát hogy nem arról van szó, hogy rá akarnálak titeket beszélni a drogozásra, ezt mindenki eldönti maga, hogy akar-e drogozni, vagy nem, vagy bírja-e, vagy sem. A hallgatók kiképzettek már ebbe. Így bizonyára. De hogy akkor ti nagyon szerencsések vagytok, az én hallgatói nem mindig szoktak kiképzettek lenni, de tehát hogy hallatlanul könny, tehát hogy nagyon alacsony a küszöb most. Míg ezzel szemben az ártalomcsökkentő szolgáltatás a küszöbe meg nagyon magas, ahhoz képest amennyire könnyű hozzájutni ezekhez. Tehát elsősorban is a randi oldalakon lehet megtalálni ezeket a nem tudom, lehetőségeket. Meg megismerkedsz egy emberrel, aztán megismerkedsz még egyel, és akkor valahogy így szájhagyomány útján terjed, akkor utána
úgy döntesz, hogy akkor te is szervezel bulit, akkor utána visszahív valaki, és aztán így megy. Tehát ez egy klasszikusan építkező közösségek. Igen, ahol, kicsit ilyen hólabda az egész. Oké, okay. ahol hasonló értékek, vagy életek vannak, amik valami szerintem, vagy érdeklődések, amik összekötik az embereket. És akkor, hogyha a brit példánál maradunk, akkor jól értem, hogy olyan emberek, akik előtte amúgy nem ismerték egymást, nincs közös, nem tudom, múltjuk, tehát nincs mondjuk alapvetően egy ilyen bizalmi hát, kapcsolat. Hát egy randi oldalatlan ez van, nem? Igenis, meg nem is, mert hogy hát nézd, azért szóval az anonim szex, meg a szex randi, az sem most lett. Tehát az sem, szóval azt sem most találtuk ki, és hogyha meggondolod, hogy mondjuk a Tinder, meg a Snapchat hogy működik, hát ez a heteroknál is ugyanúgy van, de a melegeknél is. Ez egy nagyon, nagyon erősen élő kultúra. Hozzáteszem, amikor elmentél régen bulizni az Angyalba, vagy a nem tudom, a Lokálba, és utána hazacipeltél valakit pocsolya részegen, és dugtatok, és nem tudtad, hogy mi a neve, az pont ugyanez volt. Tehát, hogy ez működött az internet előtt is. De talán mondjuk itt beazonosítható most akár, hogy elnéven van valaki, egy ilyen netes kereső oldalon, vagy is legalább valami kontaktod van hozzá utána is. Vagy ez nem feltétlenül? Hát vagy igen, vagy nem, mert ha akarom, törlöm magam másnap reggel, tehát ja, hogy ez nem... De hogy ez... Tehát a részben valóban ezek olyan emberek, akik nem ismerik egymást, de nem látok semmi rosszat. Részben azonban azt is gondolom, vagy azt is tudjuk ma már az elmúlt évek kutatásai alapján, hogy azért nagyon közös sorsok, vagy nagyon hasonló sorsok vannak itt. Szóval, ha meggondolod, és erről nagyon jókat ír például akár Leo Bersani, akár egy Cain Race nevű ausztrál filozófus, szociálpszichológus, hogy hát a legtöbb meleg férfi az mondjuk 99,9%-ban hetero családokban nő fel. Melegként felnőni, melegként kijönni, az már önmagában ugye norma szegés. Tehát, hogy szembe mész valamivel, amit a társadalom általánosnak vagy normálisnak elfogad. Hiszen teljesen nyilvánvaló, amikor melegként azonosítod magad, hogy neked olyan életed, mint amilyen a szüleidnek volt, olyan már nem lehet. Szóval, hogy olyan fajta kapcsolatban, mint amilyenben a szüleid élnek, egy ilyen heteroszexuális család, olyanod nem lehet. Egyrészt jogi okok miatt nem lehet, ugye, mert a melegek nem házasodhatnak, másrészt meg hát egyébként sem lehet, mert sose lesz olyan, tehát, hogy az nem lesz ugyanaz. Meg nem lehet úgy családod, ahogy egy heteroszexuális család felépül. Tehát, hogy szépíthetjük ezt, meg nevezhetjük mindenfélének, de hogy mégsem lesz ez ugyanolyan. Tehát, hogy ez már eleve egy normaszegés. Aztán elkezdesz melegként élni, és egyszer csak kiderül, hogy a meleg társadalmon belül is van egy nagyon, nagyon erős elvárás halmaz azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell jól melegnek lenni. Tehát ugye a jó meleg, és akkor most így gondolj egy picit ezekre a mostanában menő reklámokra, meg hogy néz ki ez az egész. Tehát a jó melegek azok talpig fehérben, egymást férjemnek és férjemnek szólítva, lehetőleg egy leszbikus protestáns lelkész előtt esküsznek egymásnak örök hűséget, aztán örökbe fogadnak színes bőrű kisgyerekeket, szép házban élnek, és mindenki jól keresnek. Pont olyanok, mint egy heteroszexuális család, csak még sokkal jobbak. Tehát, hogy izmosak, tökéletesek, virilisek, mindig áll a faszuk, mindig tökéletesre vannak polírozva, és hát természetesen értenek a lakberendezéshez, nagyon ügyes fodrászok, és a legjobb barátnők, el lehet velük menni vásárolni, mert felismerik a cipőmárkákat. Most azt szeretném arra felhívni a figyelmeteket, hogy amikor melegként nősz fel, akkor ezek elvárásként jelentkeznek. Olyan elvárásként, aminek kibaszott nehéz megfelelni egyébként, nem is nagyon sok ennek lehetetlenség megfelelni, tehát óriási magad indítasz ebben a helyzetben, egy ilyen társadalomban, amiben élünk, ami egész úton veled van. Tehát senkinek nem jó. Tehát senkinek nem vagy jó. Érted? Tehát, hogy ennek, amit egyébként homonormativitásnak nevezünk, tehát, hogy ennek az elvárás csomagnak képtelenség megfelelni, annak az elvárás csomagnak, ami ugye a többségi társadalom a normalitás, annak nem tudsz megfelelni, és akkor ennek az az eredménye, hogy hát azt ma már tudjuk, három nagy kutatásból
kutatásokból is, amik tavaly előtt jelentek meg, hogy a meleg férfiak azok az átlagos lakosságnál jelentősen nagyobb arányban szenvednek krónikus szorongástól, depressziótól. Többet isznak, többet dohányoznak, nagyon-nagyon sokat dohányoznak, az például egészen megdöbbentő, és több szert is használnak. Uh-huh. És hát ez az egész, ez egy ilyen csomag, hát ezt sem ma találtuk ki, tehát a szorongás, a depresszió és a szerhasználat, az csomagban érkezik. Illetve, hogy nagy esélye vagy egy eleve sérülékeny helyzetben azáltal, hogy ilyen normák között, ilyen elvárásokkal fogsz felnőni, sérülékenyé fog téged tenni a problémás szerhasználattal, illetve a különböző mentálhigiénés problémák kapcsolatban. Igen. Mondod ezt, hogy problémás szerhasználat, és erről beszéltünk ugye az előbb is, és ez megütötte a fülemet, hogy szóval nagyon nehéz meghúzni a határt, hogy mi a problémás szerhasználat, és mi nem az. Uh-huh. Mert hogy azért ismerünk, először is azért van az a fogalom, hogy controlled user, tehát van az a szerhasználó, aki tudja, hogy hol a határ, vagy aki tud uralkodni a késztetésein, meg aki nem dől be a sóvárgásnak, vagy nem tudom, eljár terápiába, mindegy, valahogy karban tartja magát. És hát vannak olyan szerhasználók, akiket biztos ti is ismertek ilyet, nem egyet, akik egyébként teljesen hétköznapi életet élnek, eltekintve attól, hogy a 2 milligramm Xanaxra benyomnak egy 2-3 deci vodkát. Hát a társadalom zöme, vagy a szerhasználónak a zöme alapvetően nem problémás, tehát igen. Hogy igen, ebben szerintem van benne. De ez problémás egyébként. Tehát, hogyha valaki iszik a Xanaxra vodkát, hát, az problémás, mert a máját kinyírja elég hamar. Úgy egyébként most már a hivatalos definíció is elszakadt ettől a problémás szerhasználattól, tehát úgy lett ez a Gordiuszi csomó átvágva, hogy most már például az IMCDD az magas kockázatú szerhasználatnak nevezi. Igen, az tehát azok a szerhasználók, akik nagy eséllyel teszik ki magukat valamilyen kockázatnak a szerhasználatuk miatt. Igen. Tehát, hogy, és akkor ezzel kicsit könnyebb meghatározni, hogy kitartozik bele, vagy meddig, vagy hol. Igen, na most ezek pontosan, tehát hogy elsősorban is a kockázatok az, amire koncentrálni kéne, vagy szeretnénk, tehát amiről azt gondolom, hogy igazán ez a fontos, amiről érdemes beszélni. Tehát, hogy mert a mámort, meg a módosult tudatállapotot, meg a máshol levést, azt mindig keresték az emberek, legyen az akár, tehát bármilyen transzról legyen szó, legyen az akár tánc, akár a dobok hangja, a sámánok munkája. Tehát, és hát valamiért úgy nőttünk fel mi emberek, vagy úgy alakultunk ki, hogy van képességünk arra, hogy módosuljon a tudatunk. Meg egy alapvető vágyunk arra. Tehát, és van egy gyerekkortól kezdődően arra, hogy igen hogy de hogy ez, de hogy ez nem törvényszerű. Ha? Igen, a szédő, ez nagyon érdekes, hogy ezt mondod, igen. Tehát, hogy a gyerekek is szeretnek forogni egész addig, amíg össze nem rogynak. Mindegy, az emberi társadalom alapvető dolga, hogy elképzelt világokhoz igazodunk, vagy elképzelt konstrukciókhoz, mint amilyen a pénz, vagy az Isten. De szerintem igen, nekünk egy zenét, és visszajövünk a kockázatokkal. Oké, okay. Rendben. Listen to
to the shit, cause both of them is bony. Gotta do it like this, like Chachi and Joni. But she's the cheese and I'm the macaroni. So why all the fight, why all the fuss? Cause I ain't got no fuss. Yeah, you know I'm getting silly. Got a grandma Hazel and a grandma Tilly. I'm a grand royal prince and I'm also a member. Born on the cusp in the month of November. I do the patty duke in the case you don't remember. Well, I freak a fucking beat like the shit was in a blender. És vissza is jöttünk, hogy beszélgessünk a kockázatokról, de a kockázatok előtt én azt szeretném, hogyha kicsit beszélnénk arról, hogy amúgy mi történik egy chemsex bulin is, mert definiáltuk, de hogy ez még nagyon, nagyon száraz maradt szerintem, ez, hogy hogyan kell ezt elképzelni, mi ez? Van egy picit máshonnan indulok ebben, mert nem pirok magam, és belekeverem a tudományt. Hogy van egy kollégám, Siegfried Schwarzénak hívják, akinek van egy érdekes előadása, végigveszi egy ilyen átlagos berlini chemsexer, tehát egy olyan férfi péntek, szombat, vasárnapját, amikor így bulizni megy. És hogy ez úgy néz ki, hogy mondjuk vége van a munkának, ez egy, mondjuk azt, hogy ez egy középkorú hívfertőzött meleg férfi, vége van a munkának, és akkor iszik egy sört. Aztán hazamegy, és akkor közben találkozik a barátokkal, és akkor mondjuk iszik még kávét, aztán iszik még egy sört, meg esetleg a sör mellé még valami gyorsítót is iszik. És akkor kiderül, hogy a péntek este lesz buli, akkor elkezd keresni Ekit, akkor mert ugye a bulihoz azért az jó, hogyha van Eki, és hát akkor megjönnek a haverok, és akkor kis mefedron van. Akkor mefit először szívnak, aztán szúrják is magukat mefedronnal, ezt slammingnek hívjuk, ugye, vagy magyarul szoktad-e magad szúrni, így hangzik a terminus technicus. Szóval, hogy akkor tolnak egy kis mefedront, de attól, vagy kokaint, de attól nagyon felgyorsul, akkor szívnak egy kis füvet. Aha. Hogy egy picit lelassuljon, aztán amikor elfárad, akkor iszik még egy kávét, valamikor be kell venni a hívgyógyszereit, és akkor ez így megy tovább. Aha. Nem eszik, ugye, mert az úgy nem nagyon megy, és közben szexelnek. Miközben szexelnek, a közben poperst is szívnak. És a bulik azok ilyen jövésmenés van, tehát hogy így van, aki ott marad 3-4 órát, van, aki ott marad 8-10 órát, aztán elmegy, aztán jönnek mások, dugnak, dildóznak, fisztelnek, tehát mindenfélét csinálnak, amit emberek a testükkel csinálni tudnak, tehát ez egy viszonylag kreatív dolog, de azért annyira, tehát véges, de igen, és akkor utána, meg amikor már így az egésznek vége van, és szeretne aludni, vagy pihenni, mondjuk lehet, hogy közben még elmentek táncolni, és akkor még bevett még egy ekit a biztonság kedvéért, akkor arra még ivott egy kis sört, vagy vodkát, és amikor szeretne aludni, akkor bevesz mondjuk 2 Xanaxot, mert azzal jól le lehet jönni, és akkor vasárnap reggel infarktust kap. És az Isten sem mondja meg, hogy mitől. Tehát, hogy azt már nem tudod, hogy mitől. Tehát, hogy annyi minden. Szóval Siegfried előadásának a végére ennek az elképzelt férfinek a vérében van mondjuk 34 különböző molekula, amiről tényleg fogalmad nincs már, hogy mi mivel van interakcióban, mit lehet még csinálni. Tehát, hogy ez,
Ez a típusú hétvégézés szerintem ez nem áll, tehát hogy alapvetően van, mi is találkozunk ezzel a mondjuk a szenvedélybetegellátásotok beszélni, de hogy alapvetően ez a típusú péntek este indul a hétvége, és van, hogy csak hétfő este fog véget érni, és ha végig akarod csinálni, akkor szereket fogsz használni, mert máskülönben nem megy. És minél inkább módosul a tudatállapotod, minél hosszabban vagy benne, annál nagyobb kockázatokat fogsz vállalni azért, hogy valahogy tartsd magad ebben az állapotban, ami akkora egy kiugrás, akkora egy ilyen megváltás a hétköznapjaittól, amikor legalábbis felértékelődik, és ennyire egy ilyen helyé válik a te életedben, ahol nem tudom, felszabadult tudsz lenni, ahol közösségben vagy, ahol elfogadnak. Igen, ez is egy fontos szempont, amiről szintén készült már kutatás, és ez az, hogy jó, de miért jó ez? Uh-huh. És hogy ez, amit mondasz a közösségről, ez volt az elsődleges, vagy legfontosabb szempont, amit kiemeltek ezek a használók, hogy az együttlét, a közösségben levés, a hasonszőrűekkel levés az, ami nekik ebben fontos. Mm. Csapda ez egyébként, mert ez hamar elmúlik. Tehát, hogy mert eddig, amiről beszéltünk, az ugyanaz, mint amit parti kultúrának hívunk. Tehát, hogy igen, és pont mint amilyen egy gólpartén azt érezni, hogy egy közösség része vagy. Ami szintén lett egy három-négy vagy egy hetes affér. Igen. Mm. Tehát, hogy amúgy meg, mit tudom én, egymásra köszöntök az utcán. De minden hétvégén. Akár, tehát hogy azért ez... Tehát, hogy, szóval hogy ez kimarad valahogy, vagy nem kimarad, hanem egy idő után elkopik. Aha. Legalábbis ezt halljuk a használóktól, hogy ez valahogy egy idő után abba marad. Tehát, ezt nem tudjuk, hogy vajon miért van, de tehát, hogy miért múlik el ez az élmény. A közösség, tehát ez az összeolvadás, vagy nem tudom. Aha. De hát ne felejtsünk ki egy fontos szempontot, és ez az, hogy az egész ugye meg van fejelve a szexel. Tehát, hogy a szextől van az egészben még egy nagyon fontos, hát ilyen tabu faktor, ami megnehezíti azt, hogy beszéljünk róla, meg megnehezíti azt is egyébként, hogy a közösségen belül beszéljünk róla, meg hogy egyáltalán, hogy hozzáadódik még egy adag gond. És most nem is a betegségekről akarok beszélni, mert azért, tehát hogy mondjuk a HIV meg a hepatitis kivételével azért a legtöbb nemi betegség nagyon könnyen gyógyítható, tehát hogy ez nem már, ha elmész persze tesztre, csak akkor, tehát hogyha kiderül, de hogy egyszerűen nagyon-nagyon nehéz minden olyanról beszélni, amiben fasz van, meg pina, tehát hogy ez nehezen megy nekünk általában is, és hogy ettől aztán ezekről a bulikról beszélni is nagyon nehéz. Aha. Tehát, hogy meg eleve nagyon nehéz már akár az orvosoddal is beszélni. Tehát egy idő után ez egy hatalmas csomag lesz annak a számára, aki ebben van, mert érzi azt, hogy valami nem jó, de közben nem lehet rá reflektálni, egyedül lesz ezzel, és közben egy közösséghez még mindig szeretne tartozni. Igen. Tehát úgy vannak együtt emberek, hogy van egy egyetértés, ez nem jó, csak ők erről nem beszéltek. Igen, hát most képzeld el, hogy bemész itt szemben a Mária utcán itt a bőr és nemi beteg gondozóba, vagy tehát a klinikára, az esti klinikára, és akkor megkérdezik, hogy mi a baj, és megmondod, hogy hát nem vagy olyan jól, és megkérdezik, hogy de mi történt? Hm. És akkor el kell mondani, hogy az történt, igen, hogy betépve hevertem a hasamon, és idegen emberek csuklóig nyúlkáltak a végbelembe. És akkor mit tett, érted? Igen. Szóval, hogy miközben hát ez ténylegesen ez történik, és hogy ennek az egész dolognak a tabutlanítása az lehet, hogy nem lesz lehetséges, de hogy egy kicsit mégis legalább elkezdünk beszélni róla, az alapvetően fontos lenne. És hogy közben meg már ott tartunk, hogy hát most lesz áprilisban az első európai Chemsex fórum, ahol ugye egész Európából összejövünk, páciens képviselők, használók, kutatók, meg olyanok, akiknek ilyen össze-vissza identitása van, mint nekem, aki HIV-fertőzött is vagyok, szerhasználó
felhasználó is voltam, kutató is vagyok. Tehát, hogy ezt mind... És akkor ott megbeszéljük, hogy mi van, vagy mit lehet csinálni, csak nagyon nehéz ezt itt Közép-Európában. Hogyha még visszamehetek csak arra, ami amit ezelőtt mondtad, tehát hogy alapvetően a szexuális szabadosságnak, vagy a szexualitásnak a megélés és a kifejezés... Szabadosságnak? Nem, hiányzunk. Oké, igazad van. Nem. Úgy értem, hogy megélni a saját szexualitásunkat. A szabadságnak. Ezt teszi lehetővé igazán a közösség, hogy kifejezhetem a saját szexualitásomat úgy, hogy el tudom magamat fogadni, és mások is elfogadnak engem. Ez egy nagyon, mintha ez egy olyan fontos aspektusának tűnne. Igen, de azért azt gondolom, hogy erről meg kéne kérdezni a buzikat, hogy ez igazából hogy van. Mert most ezt itt erről itt spekulálunk, meg én is nyilván melegként gondolok erről valamit. Meg úgy is gondolok erről valamit, hogy csináltam. Tehát, hogy van erről valami tapasztalatom. De hogy pontosan azért azt nem látjuk, hogy mik ebben azok a... Tehát, hogy mi teszi ezt az egészet egy ilyen jól leírható halmazzá, mert amit most te próbálsz csinálni, ugye az, hogy hogyan tudjuk ezeket az embereket definiálni. De ez nagyon nehéz, mert hogy a klasszikus szociológia vagy pszichológia eszközei ezt most nem teszik lehetővé, és most nem akarok ebben. Nem, mert ezt elfogadom, meg igen, ezt a pontot már érintettük, hogy ez, hogy most megpróbáljuk ezt mindenképpen meghatározni, ez vajon mennyire segít minket a megértésben. Hát, vagy csak még egy címkét ragasztunk emberekre, tehát hogy ez egy nagyon nehéz, főleg ebben a helyzetben. De hogy inkább ugye az a baj, hogy nagyon sok esetben látjuk azt, hogy azok a használók, akik benne vannak ebben a dologban, vagy ebben a viselkedésben, azok nem szokták felismerni magukról, hogy ők szerhasználók. És akkor ott nagy a baj, mert hogy nem tudják azt se, hogy segítségre van szükségük esetleg. Nem veszik észre, hogy segítségre van szükségük. Mert hogyha azt mondod nekik, hogy te figyelj, te mondjuk intravénás szerhasználó vagy, akkor kikéri magának. Azt mondja, hogy én nem vagyok intravénás szerhasználó. Először is ketamint szúrok a fenekembe, tehát az ugye nem intravénás, és hogy én egyébként is csak hétvégén szoktam bulizni, különben is intravénás szerhasználó azok a herkás hülyék. Tehát, hogy az nem én vagyok, hanem azok, akik nem tudom, heroinnal, meg más szarokkal lövik magukat. Hát azok a junkik, akiket a tévében mutatnak, azok a drogosok. Eladják a családi ékszert, azért, hogy anyagot vegyenek. Így pontosan. Tehát, és hogy innen nagyon nehéz, nagyon nehéz azt mondani, hogy hát pedig barátom bizony, tehát abban a pillanatban, hogyha már annyira be vagy állva, hogy nem tudod, hogy melyik volt a te tűd, onnantól kezdve kész a baj. Tehát, hogy ott kezdődik a... És hogy ez az, amivel érdemes lenne foglalkozni, ha már ártalomcsökkentést akarunk csinálni. Mert egyébként ez tehát az ellátórendszer felelőssége, hogy adjál belépési pontokat ezeknek az embereknek legelső sorban, tehát hogy legyenek olyan szolgáltatók, ahol bizalommal tudnak fordulni, viszont onnantól kezdve meg a szolgáltatók felelőssége, hogy ők tudják kezelni azokat a problémákat, amikkel a hozzájuk fordulók rendelkeznek, vagy tehát, hogyha mint jó példa a Dean Street-et már említettük, tehát hogy ott ezt felismerték, és mondjuk, hogyha most valaki bemegy, amennyire én tudom, tehát ott van egy ilyen előzetes állapotfelmérés, és ha valaki azokkal a jellemzőkkel rendelkezik, ami miatt ők azt mondják, hogy ebben a nagyon komplex halmazban, mint a chemsex szint, tehát akkor rögtön egy olyan ember fog vele beszélni, akivel az addiktológiai problémákról, meg a szerhasználatról is tud beszélni. Tehát, hogy itt ezt, hogy mondjam, a szolgáltatóknak kell nyújtaniuk ezt, tehát nem feltétlenül gondolom, hogy valakinek magától kéne belerakni magát a szerhasználó kategóriában, amit van egy felelősség azoknak, akik mondjuk foglalkoznak vele, hogy szólnak meg, hogy olyan helyeket tudjunk biztosítani, hogy erről tudnak beszélni. Ugyanúgy itt a Mária utcában nehéz elmondani, hogy amúgy mi történt, meg miért kérsz segítséget. Hát kell teremteni a helyeket, ahol ezt el tudod mondani őszintén. Hát nézd, ebben egyébként a sorstárs segítőknek nagyon nagy szerep jut. Azt látjuk, hogy például az történik Angliában, Németországban is, Franciaországban, az Egyesült Államokban is, hogy vannak olyan sorstárs segítők, akik kifejezetten erre szakosodnak, és hogyha emlékszel, akkor beszéltünk már egyszer erről, vagy meséltem ezt neked, hogy szóval vannak olyan, hogy például azt csinálják a bulizók, hogy összedobnak pénzt, és a pénz egy részét, oké, a pénz egy részéből drogot vesznek, de a pénz egy részét pedig
egy nővére vagy ápolóra költik. Tehát felbérelnek egy ápolót, aki ott van a bulin végig, és nem használ szert, és nem is bulizik, aha, hanem ártalomcsökkent. Arra figyel, hogy mindenki, ha szúrja magát, akkor a saját tűjével szúrja, hogy ne adagoljon. Ha nincs steril tű, akkor a sajátjával, hogy senki ne száradjon ki, tehát hogy így mindenki vizelt, hogy senki ne szívja túl magát, és hogyha valaki rosszul lesz, akkor nem a rendőrséget hívja, hanem a mentőt. Tehát azt mondtam, hogy ez egy példás dolog, tehát ez a clear guide fogalom, és hogy ráadásul nem is egy barátot kérünk fel erre, hanem egy szakember. Igen, és pénzt kap érte. Szuper. Tehát munkát végez. És felelősség. Felelősséggel tartozik ezért az elvégzett munkáért. És vannak ilyen sortársegítők, akik, én nem egy olyan férfit ismerek, akik abba hagyták, tehát ők maguk is benne voltak ebben a dologban, és aztán abba hagyták, lejöttek róla, és ilyen módon csinálnak ártalomcsökkentést. Tehát ahelyett, hogy megpróbálnánk lebeszélni az embereket a droghasználatról, ami hát ugye nem olyan jól megy már így 4000 éve, ahelyett ők megpróbálnak ténylegesen ott a frontvonalban ártalmat. De ez egyébként az én klasszikus útja ezeknek, mert ahogy azért az első tűcseréket mondjuk New Yorkban az érintettek hozták létre, és ők üzemeltették, ugyanúgy ennek a parti szerviznek, amikor ilyen elektronikus tánczenei partikon valaki ártalmcsökkentő szolgáltatás nyújt, azért abban is, mert ezt önkéntesek, sorstársak érintettek viszik első körben. Tehát azért ez még jelenleg is meg, hogy azért, aki valamilyen szinten érintett ebben a kultúrában, ismeri a kódokat, ez sokkal könnyebb. Mert a nyelvi kódokat, a nem tudom, viselkedés ott előforduló, nem tudom, anyagokat, tehát hogy akinek van konkrét tudása, és hogy azért ebben fontos az, hogy hasonló korú legyen, vagy tudod, így úgy sokkal könnyebb. Tehát hogyha te egy 60-as, bármilyen jólelkű nővér vagy, aki egyébként hétköznap nagymama, hát hogy mész el egy meleg buliba? Tehát, hogy érted, ez teljes, tehát hogy lehetetlenség, szóval, hogy igen. Ez az önszerveződés az ebben szemben, azt mondom. Nyilván az illegalitás az egész. Az elég sokan be tudnak bukni, hogyha valaki olyan érkezik egy ilyen buliba, igen, akinek nincs ott a jelenlévők szerint keresni valója, nem? Tehát, hogy ez egy tényleg az egy állandó para egyébként. Aha. Tehát, hogy Magyarországon a szerhasználat az szinte állandó para. Igen. Főleg, hogyha nem otthon vagy. Igen. De úgy nagyon sok embernek otthon is. Így van. Igen. Tehát, hogy mikor csönget be a szomszéd, igen, hogy miért van ilyen iszonyatos fűszag a gangon, azért az otthon is, igen, para. Tehát, hogy ez minden, hogy nézd, most hogy küszöbön áll ugye az ENSZ drogokkal foglalkozó közgyűlése, vagy közgyűlés külön szekció, hogy mondják magyarul az Angels on Drugs. Igen, így. Igen, szóval most, hogy az Angels on Drugs, szóval az ENSZ közgyűlésnek van egy külön ülése, amit csak azért szerveznek majd most, hogy a drogokkal, a drogkérdéssel foglalkozzon globális szinten. Hát azt gondolom, hogy most igazán aktuális, hogy kicsit arról beszélünk, hogy is van ez a kriminalizációval. Tehát ez nem jól sikerült. Hát ez... Lássuk jó, be. Hogy ez, tehát nyilván ez maga a szervezet azért erősen, nem tudom, morális térben van. Igen. Szempontból, és de hogyha nagyon pragmatikusan nézzük, és csak a tudományos bizonyíték, akkor teljesen egyértelmű a képlet, hogy a drogháború megbukott, és a, nem ez a hatásos mód, hogy ezzel foglalkozni lehet. Szóval azért, na mindegy, de hát ez egy hosszú arc, de egyébként jól állunk szerintem ebben. De ez a fajta morális pánik, nekem, igen, az a benyomásom, hogy a chemsex körül is kirajzolódni látszik. Ó, abszolút, igen. Igen. Az mondjuk sokat árt. De hogy éppen ezért tartjuk ezt nagyon fontosnak. Na, nézd, szóval az van, az egész ugye onnan, vagy hogy mondjam, hogy az nagyon-nagyon fontos ebben, hogy azt látjuk, csak hogy lehessen érteni ennek egy kicsit ennek a dolognak a hátterét, hogy azt látjuk, hogyha megnézed, ugye én a HIV területéről jövök, tehát a HIV-AIDS területről jövök, és ha megnézed, akkor azt látjuk az elmúlt 10 évben, amióta, vagy 15 lassan, de a dublini nyilatkozat óta mindenképpen, amikor az Európai Unió elkötelezte magát a HIV-AIDS elleni harc mellett, azt látjuk, hogy minden érintett csoportban egyenletesen csökken az új HIV-fertőzöttek száma, kivéve a fiatal meleg férfiakat, ahol folyamatosan nő.
Nyugat-Európában körülbelül stagnál, Közép-Európában lassan nő, Kelet-Európában pedig meredeken nő az új fertőzöttek száma. És akkor azt mondtuk, hogy nézzük meg, hogy mit rontottunk el az elmúlt években, mert ezek szerint mi aktivisták, meg akik felvilágosítással foglalkozunk érintettként, valamit itt nem jól csinálunk, hogyha pont abban a közösségben nem sikerül hatékony prevenciót csinálni, ahonnan mi magunk is jövünk. Tehát, hogy itt akkor valami nem oké. És akkor elkezdtük azt nézni, hogy kik ezek az emberek egyáltalán. És hogy egy kockázati csoport, mondjuk pont a HIV szempontjából, azok az emberek, akik szexualizált kontextusban drogot használnak. De hát ezen kívül van még egy csomó minden más, amivel foglalkozni. Tehát nem úgy kell ezt látni, mint hogy ez egy iszonyatosan nagy probléma lenne. Ez egy probléma a sok probléma közül. De hát sajnos úgy tűnik, hogy futótűzszerűen terjed, és ahogy mondtam az elején is, egyre inkább heterók között is. Ehhez még nem kell egyébként, tehát ez, hogy mondjam, tehát ez nem kell nagyon sok ész, tehát hogy betépve szexelni, vagy nem betépve szexelni, ez sem, tehát érted, nem új keletű dolog, tehát ez nem kell melegnek lenni. Igen. Tehát akkor azt mondta, hogy az intravénás szerhasználat az egy olyan dolog, ami felüti a fejét, és gondolom akkor a védekezés nélküli szex is az, ami a kockázatok, vagy ez csak azért, mert hogy az emberek, amikor szerek hatás alatt vannak, akkor egyre inkább akkor jellemzően kevésbé figyelnek oda azokra a dolgokra, amikre úgy odafigyelnek, vagy alapvetően van más faktor is, ami közrejátszik? Van, gyorsan elmondok 10 év tudományt, amiről lemaradt Magyarország most az elmúlt időben. Tehát ezt köszönjük. 2008 óta tudjuk, és tavaly előtt óta pedig egészen biztosan tudjuk, hogy a kezelt HIV-fertőzött ember nem fertőz tovább. Tehát az a HIV-fertőzött, aki szedi a gyógyszerét, és a vírus mennyisége mérés határ alatt van, úgynevezett mérés határ alatt, tehát annyira kevés vírus van a vérében, hogy nem tudják a tesztek kimutatni. Ettől még HIV-fertőzött, tehát a vírus benne van a szervezetében, csak nagyon kis mennyiségben. No, ez az ember, ez nem fertőző képes. Sőt, tud magzatot nemzeli, és igen, életet is igen. Adni egy magzatnak úgy. Pont ezzel akartam folytatni, hogy ma már a HIV-fertőzött házaspárok, vagy párok gyerekei azok hagyományos módon készülnek, tehát dugnak. És tehát nincs már spermamosás, meg mesterséges, meg ez már mind nincs. Magyarországon is születik minden évben 2-3 kisbaba, így mi rendesen, tehát HIV-fertőzött, vagy olyan pároktól, ahol valamelyik fél HIV-fertőzött. És lényegtelen is, hogy az apa vagy az anya, erre vannak protokollok, tehát hogy ez jól működik. Na most, ugye ez azt jelenti, hogy innen kezdve azért a biztonságos szex, vagy biztonságosabb szex, az mást jelent. Igen. Ma már azt értjük biztonságosabb szex alatt, hogy ismerd a státuszodat, tehát hogy menj el tesztre, ja. És ismerd a státuszodat. Oké, és hogyha HIV pozitív vagy, legyél kezelésben, legyél igen. Benne az ARV terápiában, és akkor... Igen, és képzeld el, hogy ma már ezt se szoktuk tudni, de Magyarország azon nagyon kevés országok egyike, az Európai Unióban összesen 8 ilyen ország van most a 28-ból, ahol azonnal felajánlják a kezelés diagnózis után. Tehát nincs már ez, hogy várjuk meg, amíg az immunrendszered bizonyos szintig leromlik, és akkor vagy ne. Tehát, hogy nem, hanem azonnal felajánlja az orvos a kezelés, és azt el is kell kezdeni azonnal, mert hogy onnantól kezdve nem csak az van, hogy te tovább élsz, erről is van egy nagyon nagy vizsgálat bizonyítja azt, hogy aki minél hamarabb kezded el szedni a gyógyszeredet, annál tovább élsz, meg annál tovább maradsz egészséges is. Tehát, hogy nem csak ez is fontos, de a másik fontos szempont az, hogy nálad is megáll a HIV-fertőzés. Mert lemegy a vírus számod nagyon gyorsan. Így van. Hát és nem fertőzöl tovább. Igen. Tehát, hogy... Epidemiológiailag ott akkor... Igen. Tehát, hogy hát nem véletlenül van egy ilyen kampány is, aminek az a címe, hogy a HIV nálam áll meg. És arról szól, hogy elmegyek tesztre, ismerem a státuszomat, szedem a gyógyszert, és ezzel vigyázok nem csak magamra, de a körülményeket
körülöttem lévőkre is. A hasonlat, amit szoktak mondani, a jelenleg mit jelent HIV pozitívnak lenni, hogy körülbelül olyan kilátásaid vannak, mint hogyha cukorbeteg lennél. Nem, jobb életkilátásaid jobb. Vannak, mint hogyha cukor. Ez egy nagyon igazságtalan összehasonlítás, mert az a helyzet, hogyha cukorbeteg vagy, mondjuk inzulinfüggő cukorbeteg, akkor rosszabbak a kilátásaid, mint hogyha HIV fertőzött vagy. Tavaly jelent meg az a vizsgálat, az is nagyon érdekes volt, a tavalyi AIDS konferencián mutatták ezt be. Statisztikailag a jómódú országokban élő középosztálybeli kezelt HIV fertőzöttek tovább élnek, mint az átlagos lakosság. Aminek egész egyszerűen az az oka, hogy jobban vigyáznak magukra. Persze, hát az egészségtudatosságuk az jóval magasabb lesz, mint az átlag. Látja őket az orvos. Igen. Tehát, hogy muszáj elmenned rendszeresen orvoshoz, muszáj rendszeresen vizsgálatra járnod, és ezért hamarabb kiderül, hogyha valami bajod van. Ugye a Magyarországon is az ember akkor megy orvoshoz, ha fáj. Addig meg nem nagyon. Tehát ez az évi rendszeres szűrővizsgálat, ez nagyon kevés ember, aki ezt megcsinálja. Úgyhogy ezért aztán igen. Viszont az van, hogy 3 percünk van, és még a kockázatokat azért tök, hogyha már erről beszéltünk, és lehet, hogy vannak, akik esetleg érintettek is hallgatják, szóval ezért ezt tudjuk összeszedni, hogy mi az, ami mondjuk kockázatpont, és ezzel mi az, amire oda kéne figyelni. Az, hogy ez droghasználat, akárhogy nézzük, ez szerhasználat, és rá lehet szokni. És akármilyen erősnek, és akármennyire fasz a gyereknek gondolod magad, a drogra rá lehet szokni. Tehát, hogy pont úgy lehet rászokni, mint hogyha akármilyen más drogot használnál, akármilyen más helyzetben. Tehát, hogy teljesen lényegtelen. Különösen veszélyes ebből a szempontból a metamfetamin, a kristály, amire tényleg pillanatok alatt rá lehet szokni, tehát hogy ez ilyen, biztos ismeritek ezeket a grafikonokat, hogy hány, szóval milyen intenzitással okoz eufóriát, és ez nagyon nagy csapda. Ez az egyik nagyon fontos kockázati tényező, a másik azok pedig a különböző betegségek, amiket össze lehet szedni. A HIV is aggályos, ennél sokkal nehezebb probléma a hepatitis C, amit nagyon könnyű elkapni, és aminek elég nagy a prevalenciája mindenféle droghasználó közösségben, tehát a melegek és a nem melegek között egyaránt, és a többi nemi betegség is. Egész Európában szifilisz járvány van, úgyhogy tessék elmenni szűrésre. Az Európában a szifilisz járvány az a melegek és a heterók között egyaránt van, tehát hogy tessék elmenni, és hogyha nem akarsz óvszert használni, oké, de nyilván konszenzuálisan, tehát hogyha a partnered is beleegyezik, de tessék eljárni tesztre, tehát el kell menni, HIV-tesztet kell csináltatni, szifilisztesztet kell csináltatni, meg kell időnként nézetni, hogy nincs-e véletlenül hepatitis C-t. Tehát, hogy ezzel, ez olyasmivel foglalkozni kell, és akkor lehet dugni, meg lehet csinálni mindent, csak tisztában kell lenni azzal, hogy mi van, érted? Tehát, hogy mi van. Már csak azért is, hogy a többieket ne veszélyeztesd. És akkor mondom, meg szerhasználatban azért, tehát akármennyire is jól eltervezed, hogy miből mennyit fogsz használni, az hogyha bár nagyon be vagy állva, akkor ezeket nehéz tartani. Meg azért ez nehéz a tervhez tartani magad, mert egyre jobban be vagy állva. Segítséget kell kérni. Az nagyon nehéz. De van, de lehet segítséget kérni. Szóval, tudom, tök nehéz, de hogy lehet. Meg lehet beszélni, amikor elmész bulizni, akkor meg lehet beszélni egymás között, hogy vigyáztok egymásra. Ez is például egy módszer. Mm. Tehát, hogy meg lehet mondani, hogy szólj rám, hogyha túl sokat szívok. Igen. És akkor rád fogok szólni. Meg legyen valaki, aki tudja, hogy mit szedsz be. Tehát például, igen, ez is fontos. Hát nagyon szépen köszönjük, Leertem Isőzén, köszönjük, hogy itt voltál, Tamás, a sok információt, a téfitek eloszlatását különösképpen. Igen, azt kicsit az érzésem, hogy még órákig lehetne erről beszélni. Most kezdtük belemelegetni. Így van. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm. És jövő héten. Hallgatóknak pedig jövő héten. Így van. Szevasztok. Köszönjük. Szépen.